Sziasztok! Eltelt egy hét, megint itt vagyok, és ez a hét is tele volt történésekkel. Mielőtt belekezdenék, hadd mondjak pár szót az időjárásról. Jelenleg 23 fok van odakint, és a héten volt, hogy 33 fok is volt, de másnap pedig esett az eső 20 fokkal. Tehát ez a tavasz, ez ilyen változékony, mint amúgy bárhol máshol. Na szóval, kezdjek is bele, de mivel is kezdjek? Gondolkodtam sokat, úgyhogy egy nagyon, nagyon érdekes jelenség történt velem a minap, mivel ültünk az osztályba, és egy új diák érkezett. Na pedig én épp nagyon nagy jegyzetelésben voltam, írtam, egyszer csak felpillantotta, és elkapott a röhögés. De hogy miért? Szerintem mindenki látta már a másnaposokat, és abból tudja mindenki, hogy ki az az Ellen. Ellen Junger. Remélem, hogy emlékeztek, ugye mutatok is egy jelenetet, hogy nagyjából lőjétek be, hogy ki ő. De belecsempészték az italába. Érthető, hogy nem emlékszik semmire. Doki, az a gáz, hogy egyikük sem emlékszik semmire. Emlékeztek? Na és akkor íme a hasonmása. Élőben az Ellen, a Hangoverben, meg a Jack Black-et egyszerre, úgyhogy let's introduce yourself. Who are you? I'm Alan. from Hangover. Hangover, yeah. That's all. Ez a csáv az valami eszméletlen is. A test felépítése is pont ugyanolyan, mint az Eleni. Ugyanúgy, ugyanolyan nagy pocakja van neki, ugyanolyan melle van, mint az izének az Elennek. Az egyik farsangon meg Ellennek öltözött be, és a rendes a kicsi Carlos-kár ide rakta maga elé. Ez az egyik történet, amit el akartam mesélni. A másik pedig az edzés közben történt, ahogy beedzettem, és gyere ide! Nem baj, csak a fejed fog látszódni. Csak a fejed fog. Ha nem szeretne világhálóra kerülni. Hát, megértem. Na, szóval edzettem, és odajött hozzám a csávó. Hatalmas nagy szakállom, mondom, ez 100% arab. Aztán elkezdtünk beszélgetni, és mondja, hogy hát ő bizony félig szíriai. És az anyja pedig román. De hál' Istennek amúgy itt ez a származási kötöttség, hogy honnan jöttél, hogy az adott ország melletti országgal rosszban vannak, vagy esetleg háborúznak. Az a jó, hogy itt nincs ilyen, és képzeljétek, hogy nagyon jó barátság, hát barátság, hát még csak haverságnak mondhatnám, de nagyon jó haverok lettünk ezzel, az úgy hívják egyébként, hogy MJ. MJ-en nagyon jó haverok lettünk, és ajánlott is melót, adott is telefonszámot, hogy hívjam fel, és azóta pedig együtt edzünk. Szóval itt vagyunk, edzettünk egy jót, és akkor hallgassuk meg barátomat, MJ-t. Hi, my name is MJ. I'm from Sydney, Australia. I just met Matt 2 days ago. He's training me. He's really good, man. He's really good. My body is just burning. It's just burning. Thank you, Matt. Thank you for everything. Thank you. Úgyhogy nagyon, nagyon jó fej ez a csávó, annak ellenére, hogy az anyja román, de hát ez kit érdekel. Ez a város, ez tele van. Ez egy multinacionális, vagy mi ez? Multikulturális. Multikulturális város. Szerdán pedig behívtak a Starbucks-ra interjúra. Elég érdekes volt, mert hát nem számítottam olyan kérdésekre, hogy miért szeretnél a Starbucks-ba dolgozni. Rögtönöznöm kellett, és szerintem egész jól válaszoltam. Azt mondtam, hogy mert szeretem a kávét. A hétnek a második felébe fognak értesíteni, hogy sikeres volt az interjú, vagy sem. Egyébként meg is kérdeztem az interjúnak a végén, hogy mennyit fizet. És 17 dollárt fizet óránként. Ez itt
Sydneybe, Ausztráliába a minimálbért, tehát ennyit meg kell adni. Na most én múlt hét vasárnap voltam az autómosóba, pakisztáni a csávó, akinél dolgozok, és ő adott óránként 13 dollárt, és dolgoztam nála 8 órát, és a nap végén adott 104 dollárt. Tudom, hogy 13 dollár nem a legjobb, de legalább több, mint a semmi. Ez a sofőr mögött ülését mindig én takarítottam, és hát bizony találtam 1-2 dollárt, úgyhogy a nap végére szépen összejött 17,75 dollár, amit be fogok fektetni. Tehát így összesen kerestem az egész melóval 120-125 dollárt. Hogyha már autómosók, akkor már kocsik. Itt Sydneybe és Ausztráliában, hogyha te friss jogsis vagy, itt megcsinálod a jogosítványodat, akkor adnak hozzá egy ilyet. Ez a P, ez azt jelenti, hogy te friss jogsis vagy, és hogyha te ezen a friss jogsis három évig kell lesz hordanod, tehát ezt a három éven belül, hogyha valamilyen balesetet, valamilyen pici karambolt csinálsz, akkor azonnal elveszik a jogosítványodat, és nem adják vissza, csak nem tudom, mennyi x évet kell várni, azt hiszem, hogy újra csinálhast. Ezt egyébként a rendszámtábla táblához így be kell így tűzni, és akkor tudni fogja a rend vagy valaki a biztosítótól, hogy te P-s vagy, akkor téged jól lehet húzni. Amúgy lehet, hogy felmerül benned az a kérdés, hogy ez honnan van, ami teljesen jogos, de ezt nem loptam, hanem találtam. Előszeretettel hagyják el a friss jogosítványosok ezt a táblát, úgyhogy tele van a városnak a groundja, az aszfaltja, ilyen P-s rendszámok, úgyhogy egyet megragadtam és hazahoztam gyorsan. Aztán, ha már beszéltem egy kicsit az autókról, miért ne beszélnék a boltokról? Amikor beléptünk a zöldségesbe, ami beléptés, ez a annyi egzotikus gyümölcs, ami ott van, szemszájnak ingere. Használta a megöntözés a pártosi honfivér. Tele van ananásszal, mangóval, alma, banán, gyömbér, mi van még, zöldségekből is, milyen választék van, karfiol, brokkoli, petrezselyem, tehát ami otthon megteremelsz a kertbe, a 20 centis, sőt annyi se 10 centis petrezselyem, na az itt egy 50 centis óriás petrezselyem. Tehát életemnek a legjobb görögdínyét most ettem. Mellette pedig ott vannak a karalábéka. Karalábéka. Cékla. Ez a zöldséges, ezt úgy hívják egyébként, hogy banáncsó. Na, mi ebbe szoktunk járni. És van egy másik, a supermarket, a Woolworth. Kicsit angolosan mondjuk már ki, Woolworth. És itt kérem szépen, 1,5 kiló csirke került 11,5 dollárba, ami szerintem kis megtakarított 17,75 dollárba, szerintem veszek egy ilyet, és mondjuk ezt megcsinálod mondjuk hétvégén, akkor szerintem egész jól kivírja a hét második feléig a kaja. És így nem kell főzni, mondjuk hazajössz a suliból, nem kell várnod, hogy valaki csináljon kaját. Bár mondjuk lehet nem arra fogom költeni, mert ugye most jön a nyár, és nagyon durva délebbre vagyunk sokkal, mint Európa, és a napnak a sugarai máshogy is tűznek
a földre, máshogy érik az embernek a bőrét, és itt sokkal hamarabb kap az ember bőrrákot. Mi 50 pluszosat hoztunk magunkkal, és ettől az 50 pluszostól nem lesz ilyen szép szörfbarna a bőröm. Ezért gondoltam, hogy veszek 30 faktorosat. Itt a 30 faktor fölött ajánlják. A 30 alatt nem is találsz a boltokban, mert az nem védi meg az ember bőrét. Lehet azt veszek, de az csak 10 dollár, nem olyan nagy katarzis. Tehát ez volt a héten, és meg kell, hogy mondjam, hogy egy valami dolog nagyon hiányzik otthonról. Az pedig a BL. jó lenne, ha meg lenne az a kedd 20 óra 45 perc, és szerda 20 óra 45 perc be a tévé elé, popcorn és meccs nézés, és ugye az időhatolódás miatt ez úgy kiesik. Ugye ez, ami ugye egy hónap után úgy hiányzik. Tehát vannak még nyilván személyesebb dolgok is, csak azt még majd későbbiekben mondom el. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat. Remélem tetszett, és a legközelebbit is kérlek, hogy nézd meg, ami egy hét múlva fog megjelenni. Addig is jó hetet, vigyázzatok magatokra. Hamarosan jelentkezek egy hét múlva. Salut! Sziasztok!